A mai videóban elő fogom venni az Xbox Series S-t, és összevetem a hozzá legjobban illő videókártyával, hogy megnézzük, mennyit is ér az optimalizáltság. A mai videót Ahama támogatta. A Speedshot Ultimate lehetővé teszi a játékot az egérrel és a billentyűzettel konzolos környezetben, valamint gyorsabb és pontosabb játékra ad lehetőséget. 11 szabadon programozható profilt állíthatunk be, hogy még a nagyon különböző kezelőszervekkel rendelkező játékok is pontosan ugyanúgy játszhatóak legyenek. A melléket matricák felhelyezhetők a billentyűzetre, így könnyebben áttekinthető a gombok hozzárendeltsége az adott kontroller gombjaihoz. Ledes visszajelzéssel van ellátva az adapter, ahol információt kapunk a csatlakoztatott eszközök támogatottságáról. A kompatibilitási lista hatalmas, mind egérnél és billentyűzetnél. Köszönöm a hama támogatását, és most vissza a videóhoz! Ha gamer PC vagy videókártyát keresel, akkor Kingstack Shop. Ha monitort vagy tévét, akkor 4 kshophu kuponkód és linkek oda lent. Azt már sok videóban kiveséztem, hogy a Series mennyire jó konzolnak tartom, de mindig érdekes hozzáhasonlítani egy PC-hez vagy egy videókártyához. Ez a sorozat amúgy is eléggé népszerű, úgyhogy nem tudtam kiadni a lehetőséget így, hogy egyszerre van nálam a legkisebb új generációs Xbox és egy RX 5500 XT. Erről a típusról nemrég már kijött egy tesztem, és nagyon jó teljesítményen rendelkezik az árazásához képest. De vajon le tudja nyomni a híresei jól optimalizált konzolos hardwaret? Készletet! Hogy ezt kiderítsük, először vizsgáljuk meg a konzolt és az ellenfelét is. Az Xbox Series S grafikus processzora egy AMD alapokra épülő Radeon RDNA típus. Ez konkrétan persze nem lehet megvásárolni pc ez egy teljesen egyedi hardware, ami kifejezetten a konzolhoz lett fejlesztve. 1,55 GHz-es óra jele van, támogatja a konzolos DirectX Ray Tracing-et, és kb. 4 teraflop számolási teljesítménnyel rendelkezik. Delikát memóriája ennek nincs, itt osztozik a rendszermemóriával, ami összesen 10 GB és GDDR6 típusú. A processzorral nem fogok foglalkozni, de mind a kettő esetben zen alapú Ryzen processzor fogok használni, úgyhogy végül is ezek hajaznak egymásra. De itt a tesztnél ez nem mérvadó, mivel mindkét rendszernél végig 100%-ban ki tudja hajtani a GPU-t, nincs semmiféle botölnek, így a proci itt most nem releváns. A Series alapvetően 1440p felbontást tűz ki magának, és ezt általában tudja tartani. Ritkább esetben lejjebb megyünk, és előfordul, hogy feljebb is felmegyünk egészen 4K felbontásig. Habár ez elég ritka, de erre is nézek majd egy példát. Emiatt persze a pc környezetben is követni fogom a konzolos felbontást és grafikai beállításokat. Persze az utóbbit követni nem annyira egyszerű, de én megpróbáltam a lehető legjobb beállításokat használni, hogy a látványban nagyon hasonló eredményünk legyen. De ennyit is a konzolról, most nézzünk rá a videókártyára. Azért az RX 5500 XT-re esett a választásom, mivel az újabb szériás 6500 XT túlerős lenne a konzolnak, és több fórumon is az 5 szériás kártyát találták teljesítményben a legközelebbinek a konzolhoz. Nvidia-ban a GTX 1650 hasonlít a legjobban rá, van is itt nálam egy ilyen kártya, de egyértelmű volt a kettő közül döntés, hogy AMD-t fogok hasonlítani AMD-vel. A mai videókártyánk 8 GB memóriával rendelkezik, és 5,2 teraflop teljesítménye van. Az alapúra jel 1,65 ghz re tudjuk, hogy a PC-s hardverek képesek magukat gyárilag túlhúzni, így ez változni fog a játékok futtatása során majd. Ezen a fronton sajnos nincs a raytracing használatára a lehetőség, de alapvetően az Xbox használja sok címnél lesz, úgyhogy az összehasonlításnál ebből problémánk nem lesz. Energiatakarékosságban olyan az Xbox fog győzedelmeskedni. Aktív játék mellett csupán 70 wattot fogyaszt az egész rendszer mindenestül. estül. Ez szerintem nem is kell lecsételni, mennyire kiváló érték. Az RX 5500 XT ezzel szemben magában fogyaszt ennyit, vagy egy kicsivel még többet is, de hangsúlyozom még egyszer, magában. Ebben nincs benne a proci, a meghajtók, a ventilátorok, stb. stb. Ami még a konzol mellett szól, az az a tény, hogy maga a GPU és CPU egy lapká helyezkedik el, így a memória is sokkal gyorsabb. Sőt, a hőtermelés és a hűtése is sokkal baráti. Ez zajszintre és hőfokértékekre értem, természetesen. Tehát mindent összevetve kompaktabb, halkabb, kevesebbet is fogyaszt, de vajon gyorsabb is? Nézzük ezt meg. A játékok az alapján kerültek kiválasztásra, hogy vagy ingyenesek legyenek, vagy tartalmazza a Game Pass, így a játékos bázis legnagyobb részét fogja lefedni ez a teszt. Minden felsorolt játékot végül is kipróbálhatsz a konzolodon eléggé költséghatékony módon. Lesz itt ingyenes lövölde, autóverseny, Microsoft címek és egy kis különc játék is belefért a palettába. Minden esetben először a konzolt fogom megnézni, és csak utána a PC-s hardvert. de kezdjük is a felsorolást a Warzone 2 -vel. A konzol esetében ebben a játékban kétféle grafikai mód közül választhatunk. Vagy azt választjuk, hogy 1440p felbontásunk lesz 60 FPS mellett, legalábbis ez a célkitűzés, reméljük ezt tartani is tudja, vagy 180p 18 felbontásunk lesz 120 FPS mellett. Kezdjük a 60FPS es móddal, nézzük meg, ez hogy fut a konzolon. Alapvetően nagyon stabil értékeink vannak, folyamatos 60FPS-t figyelhetünk meg a játékon, nincsenek nagyobb beakadások, sima az élmény, jól is néz ki, grafikailag sincs vele probléma ez a 1440p felbontás, nagyon jó fest, még egy nékákijelző is, egész jól mutat, nem darabosak ki, nincsenek grafikai bugok, glitch nagyobb belagolások, sem ami általában jellemző PC-re. Átfogóan elmondhatjuk, hogy egy nagyon jó élményben van részünk konzolon a 60 FPS-es módban. Most ugyanezt nézzük meg a PC-n. Az említett felbontást használtam végig, balance beállításokon vagyunk, ami grafikailag kb. megegyezett az Xbox-szal. Jól látszik, hogy FPS számokban nem tudja hozni a stabil 60 FPS-t, van, amikor fölé megyünk, de általában alatta vagyunk. Sokkal jellemzőbb ez a 45 kötőjel 55 FPS, itt általában a felbontással van problémánk, és ugye a játék elég instabil, mikor először belépünk, ez a sajátja ennek a PC-s verziónak, ezt egyáltalán nem vettem észre az Xbox-nál, úgyhogy a 60 FPS-es módban a Warzone 2 sokkal jobban fut az Xboxon, on ő a győztes. Nézzük meg most a 120 FPS-es módot, ami elérhető konzolon, és kíváncsi ha várom, hogy PC-n egyáltalán el tudjuk ezt élni. Ilyenkor a felbontás leugrik azonnal 1080p-re, legalábbis a konzol verzióban, és nem mondanám túlságosan stabilnak ezt a 120 FPS-t. Vannak beakadások, viszont ezeket annyira nem veszük észre, támogatott alapvetően a változó képfrissítés konzolon is. Ez PC-nél ugye AMD esetében a FreeSync, itt is, meg ott is lehet ezt hasznosítani, és sokkal stabilabb képünk lesz, de jellemző, hogy inkább a 100 FPS környékén van ez az Xbox Series S, és nem nagyon éri el a 120-at. Legalábbis stabilan annyira nem. Most nézzük meg a PC-t. Levettem a felbontást, ugyanúgy 1080 p ra ahogy az Xbox esetében, és hát a közelében nem vagyunk a 120 FPS-nek. Sokkal inkább ilyen 70-80 FPS-ünk van átlagban, néha feljebb megyünk 95-re, de a 100-at kb. soha nem éltem el a játék során. Az Xbox ennél a beállításnál is sokkal stabilabb, simább az élmény, nincsenek nagyobb belagolások, és FPS számban is sokkal magasabban vagyunk, úgyhogy megint csak egyértelműen a Warzone 2 t az Xbox nyerte. A következő játék, amit megnéztem a Fortnite, ami már egy érdekesebb darab, hiszen ezen az új Xbox Series S en támogatva van az Unreal Engine 5. Így grafikailag sokkal jobb képet kapunk, mint mondjuk egy előző generációs konzolon. Itt is elérhető a 60 FPS-es és a 120 FPS-es mód felbontásban, teljesen ugyanaz, mint a Warzone 2, viszont a 120 FPS-es módban a grafikai beállításokból vannak csökkentve dolgok. Látótávolság, shader minőség, az árnyékok minősége, úgyhogy ezt is megpróbáltam lekövetni PC-n, de először nézzük meg a boxos verziót, az hogy fut. A 60 FPS-es módban 1440p felbontásunk van, ugye eléggé sima, grafikailag nagyon jól néz ki a játék, és teljesítményben is folyamatos 60 FPS-ünk van. Én nagyobb belagolást nem is láttam egyáltalán. Lentebb sem megyünk a 60 FPS-ről, nagyon stabil élményünk van végig. A PC esetében nem volt olyan egyszerű reprodukálni ezt a grafikai beállítást, amit konzolon láthatunk. Nagyjából próbáltam belülni ugyanarra a szintet, de a 60 fps t nem érjük el. Folyamatos 45-55 FPS-ünk van, kb. úgy, mint a Warzone 2 esetében, úgyhogy ebben is a box ki győztesen, de nézzük még meg a 120 az es Az Xboxnál egyből szembe tűnik, hogy kicsit változás van a grafikában, de még nem mondanám közel se rondának a grafikát egyáltalán. A látványra nincs nagyobb panaszom. Az FPS cégetűzés ugye 120, ez többnyire tartva is van, kisebb beakadásokat láttam. A 60 FPS-es módnál ez egyáltalán nem fordult elő, de 120-nál már néha előfordul. Egy-két frémet eldropol, de alapvetően elég sima 120 FPS-es élményünk van, erre nincs panasz. Nézzük meg most a pc s verzió. A felbontás lejjebb lett húzva 1080p-re, de grafikailag csökkentenem kellett még jobban, mint az Xbox esetében, hogy legalább valami 100 FPS körül értékünk legyen. Ez se nagyon sikerült elérni. 80-90 FPS-ünk van, nagy ritkább felmegyünk 100 fölé, de ez annyira ritka, hogy ezt egyáltalán nem nevezném egy sima élménynek. A játék szerintem rosszabbul is néz ki, mint az Xbox esetében. Teljesítményben is rosszabb, úgyhogy ez a második játék, ahol az Xbox jön ki győztesen minden grafikai módban. A következő játék egy belsős Microsoft cím volt, ez a Forza Horizon 5. És ha jól emlékszem, itt tölt meg az Xbox-nak a győzelme. Kétféle grafikai mód van, ugyanúgy, mint a másik két játéknál. 30FPS-es mód konzolon, 1440p felbontással, és 60FPS-es full HD felbontással. A grafikai beállításokat PC-n Ultrára raktam, nem extreme simán csak Ultrára, ez tűnt a legközelebbinek a konzolhoz. És kezdjük is mindjárt a konzolt a 30FPS-es móddal. Ez elég stabilan van tartva, egy darab frame dropot nem vettem észre, grafikailag jól néz ki a játék, simák az élek. Nyilván egy játék játéknál kérdéses, hogy ez a 30 FPS kinek elég és kinek nem, engem ez nem zavalt. egy elég jó játékélményben van részünk, és nagyon stabil teljesítménymutatóink vannak. Menjünk is át PC-re. Jól látszik, hogy a 30 FPS-t majdnem duplán túl teljesíti, úgyhogy PC-n sokkal jobban fut ez. Általában ilyen 50-55 FPS-ünk van ezzel a videokártyával, sokkal jobban fut, mint a boxos verzió, és grafikailag ugyanúgy néznek ki. Itt egyértelműen eddig a videókártya nyerte a versenyt, ez a játék nagyon jól van PC-re optimalizálva, úgy látszik, sokkal jobban, mint a Warzone 2 vagy a Fortnite. Most térjünk vissza az xbox ra és nézzük meg a 60 FPS-es módot. Nos, a játék nem néz ki sokkal rosszabbul, a felbontást egy kicsit látni az ilyen vonalaknál, a villanyvezetékeknél egy kicsit darabos már a kép, de még teljes mértékben élvezhető, és folyamatos 60 FPS-ünk van, úgyhogy a teljesítményre egyáltalán nincs panasz. A PC esetében csak annyit csináltam, hogy csökkentettem a felbontást, minden grafikai beállítás ugyanazon maradt, és olyan nagy különbségünk teljesítményben nincs is. Tehát 40 p felbontáson és Full HD felbontáson is kb. ugyanúgy fut a játék. Jó, itt már elérjük néha a 60 FPS-t, és 55 FPS fölött vagyunk folyamatosan, de olyan a számot tevű különbség nincs az FPS számban. Tehát ebben a 60 FPS-es módban kijelenthetjük, hogy végül is az Xbox nyer, de a 30 FPS-esben a PC. Úgyhogy ez inkább egy döntetlen. A következő játék megint egy belső Microsoft cím, a Gears 5, ami nagyon jól van optimalizálva, mind az Xbox-ra, mind a PC-re, és grafikailag is nagyon jól néz ki. Xboxon alapvetően 1440p felbontást támogat 60 FPS-sel, ez a kampányban van. A multiplayer részen viszont használhatunk 120 FPS-es módot, ilyenkor kicsit fuládi felbontás alá megyünk, úgyhogy a PC-n a 900 FPS felbontást választottam, ez állt hozzá legközelebb. De kezdjük is az Xbox-szal. A grafikai beállítások PC-n az ultrán felelnek meg, úgyhogy grafikailag nagyon jól néz ki, és egy elég folyamatos 60 FPS-ünk van. Egy-két is láttam, de ezt szabad szemmel észre sem lehet venni, szimplán a grafika miatt láttam, hogy egy-két frame-et néha droppol, de ez nem számottevő, a játékélménye egyáltalán nem ront, nagyon sima a játék, nagyon jól néz ki ezen a konzolon. A PC esetében felbontásban és grafikai beállításokban ugyanott vagyunk, mint a konzolon, és megint csak nem kaptunk egy stabil 60 FPS-t, olyan 50-55 átlag FPS-ünk van, ami így szörszáhasogatva végül is rosszabbul fut, mint az Xbox-nál, de szabad szemmel én annyira nem vettem észre. A nagyobb akciódúsabb jeleneteknél vannak nagyobb belagulások, ilyenkor a 40 FPS-es tartományban is megfordulunk ezzel a PC-vel, de mindent összevetve játékélményben hatalmas különbséget én nem vettem észre, de ha egyetlen győztes kéne választani, akkor a 60 FPS-es módban az Xbox nyert, mivel stabilabb a teljesítménye. De van itt még nekünk 120 FPS-es mód is, nézzük meg ezt is. Először megint csak nézzük a konzolt. Nagyon jól néz ki, a felbontásban van különbség, szabad szemmel is észre lehet venni, de minden áldozatot megér, ez a folyamatos sima 120 FPS. Stabilan van tartva, sosincs belagolás a boxon, hihetetlen, hogy ezen a kis konzol ilyen jól fut ez a játék. Ez a folyamatos 120 FPS a multiplayerben, nagyon jól tud jönni. Most nézzünk át a PC-re, ott vajon tudja ezt tartani. Grafikai beállításokban nincs különbség, viszont a felbontáson csökkentette megiszen 900p-re, és a folyamatos 120 FPS megvan, sőt, még fentebb is megyünk. Nem ritka a 125-135-ös átlag FPS sem a játéktól, és ahogy néztem a 120 FPS alá, nem is igazán megyünk be. A játék nagyon jól fut, jobban, mint az Xboxon, ugyanúgy sima élményben van részünk, főleg, hogyha lekorlátozunk mondjuk 120 FPS-re ezt a PC-t, de a multiplayer részben egyértelműen győztes a PC. Még a kampány részben az Xbox a győztes. Ugyanúgy, mint a Forza-nál ez egy döntetlen, érdekes, hogy ezeknél a Microsoftos címeknél mindig döntetlen van. Az utolsó játék is ilyen lesz, nézzük meg az Orient the Will of the Wisps-et. A konzolon megint csak kétféle grafikai módból tudunk választani, van 4K 60 FPS-es mód és 1080p 120 FPS-es. Grafikai beállítások PC-n egyáltalán nem elérhetőek, csak a felbontást tudjuk módosítani, úgyhogy arra következtettem, hogy ugyanolyan grafikai beállításokkal megy mind a két játék, ha nem is lehet állítani PC-n. Ránézésen nincs különbség a kettő között, de nézzük meg, hogy teljes van-e különbség. Ezt a játékot igazán 4K felbontásra találták ki, annyira jól néz ki, alapvetően egy művészetileg nagyon erős címről van szó, és a folyamatos 60 FPS tartva van konzolon. Egyáltalán nem vettem észre droppot, nagyon sima az élmény végig, egy darab frémet nem droppolt el sohasem, Gyönyörű a játék, hangulatos, a zene is ajánlom mindenkinek a kipróbálását, akit megfog ez a téma, hogy egy játékban nem csak öldökölni kell, hanem művészi vénát is találhatunk benne. De mi a helyzet a PC-vel? Nézzük meg a 4 módban. Ugyanolyan jól néz ki, mint az Xbox-os verzió, viszont teljesítmény már vannak kiingások. Az átlag fps t én inkább ilyen 56-57-re lőném be, nincs folyamatos 60 FPS-ünk, 55 és kb. 70 között ugrál. Általában 60 FPS fölött van, de a folyamatában, ha az átlagot nézzük, nincs meg a folyamatos 60 FPS sajnos. Nagyon közel vagyunk, és egy freesinkes monitorral tökéletesen működhet ez a dolog. Játékemében semmilyen romlás nincs, viszont ha pusztán teljesítményadatokat nézzünk, ha megint csak szőszáhasogatást végzünk a dolgon, a konzolon a 4K-s mód jobban megy. Nézzük meg 120 FPS-es módban, a Full HD módban, milyen különbség vannak. Kezdjük megint a konzollal. Nem meglepő, folyamatos 120 FPS-ünk van, lokkolva van erre a számra, nem mozdunk sehova onnan, nincs frame drop, nagyon jól fut a játék. És igazából itt már elgondolkodnék, hogy mivel ez egy gyors reakciós platformer, itt lehet, hogy a 120 fps-es módot választanám inkább, hát attól függ, ha egy hatalmas 4K OLED TV-n játszatok, akkor inkább a 4K módot válasszátok, de ha mondjuk monitoron, nagyon jól jön ez a 120 fps-es mód, ebből is előnyt lehet szerezni, mivel a játék néha elég nehéz tud lenni. Na de nézzük meg, mi történt PC-n, Full HD felbontáson. Hát igen, megint csak a 120 fps-es módban, ugyanúgy, mint a Gears 5-nél, a PC győzedelmeskedett. Nagyon sok időt töltünk a 120 FPS-es tartomány fölött, folyamatos 140-130 FPS-ünk van, én az átlagot belőném ilyen 125-re, 130-ra kb., úgyhogy magasabban vagyunk, mint a box esetében. Ebben is pont ugyanúgy, mint már korábban, a 60 FPS-es módban a box győzedelmeskedett, a 120 FPS-es módban pedig a PC. Nagyon szoros volt a verseny, nem számítottam erre egyáltalán. Azt gondoltam, az RX 5500 XT majd jobban alul fog maradni, de egész jó eredményeket hozott. A konzolok és a PC-s hardverek is egyre közelebb kerülnek egymáshoz, úgy kábbi mindenben, és egyre nehezebb lesz szétválasztani őket. Ami még mindig a konzolnak a sajátja, ez a hihetetlenül kicsi formaterv, amit nyilván sokkal könnyebb úgy elérni, hogyha nem számolnak azzal, hogy cserélgetve lesznek a hardverek, a modularitás még mindig a PC-nek a sajátja. Emellett sajnos az árazás is a konzol felé húzza a mérleget, ha bár nagyon baráti az RX 5500 XT, ha a használt piacot nézem, és azt kell néznem, mivel a videokártya nem kapható már újonnan, akkor egy jelentősebb kiadás a PC. Persze mind a két még megvan a maga előnye is a hátrány Egyértelmű győztest nem akarok hirdetni a két fel között, de egyértelmű, hogy az Xbox nyeri a teljesítmény versenyt, nem sokkal több az FPS, viszont sokkal stabilabb, mint a PC esetében. Végül is ennyit jelent az optimalizáltság. De most titeket kérdezlek, melyiket választanátok a kettő közül a válaszokat várom kommentben. Ha tetszett az a téma, és szerintem még ez megér pár videót, nyomj egy lájkot. Köszönöm minden csatornatagnak a támogatását, a következő videóban találkozunk addig is. Sziasztok!